A Szápnak rövidített stand-up paddling, magyarul álva evezés, a hawaii hullámlovasoktól indult. Eredetileg tengeri sport, de mára a tavakon, folyókon, de még a vadvizeken is elterjedté vált. Népszerűségének oka, hogy a felszerelés egyszerű, könnyen szállítható, és a használatához sem kell nagy előképzettség. A szápdeszkának merev és felfújható változatai léteznek, többféle formában és méretben. A kajak és kenuhajókhoz képest alapvető eltérés a szap alján található fin vagy skeg, azaz a merev kormány, amely segít a deszkát egyenesben tartani. Az egyszemélyes deszkák a legnépszerűbbek, de már elterjedőben vannak a páros és csapatdeszkák is. A deszkákra egy leash, azaz pórázva rögzítve, amelynek másik végét a lábunkra kell csatolni. Így vízbeeséskor vissza tudjuk húzni magunkhoz a deszkát. Az evező gyakorlatilag egy hosszabb kenulapát, amely többnyire állítható magasságú. Az evező tolla kicsit rövidebb és teltebb, mint a hagyományos kenulapáté. Fogni és evezni vele ugyanúgy kell, vagyis a víz felőli kezünkkel a lapát szárát, a másikkal a mankó tetejét markoljuk. A mérete akkor megfelelő, ha magunk elé állítva a kezünket fel és előre nyújtva elérjük a mankót, és a csuklónkat rá tudjuk hajtani. A deszkák általában nem nehezek, a vízre szállás egyedül is megoldható. Kezdőként érdemes hullám és szélcsendes helyet választani az elinduláshoz. Ügyeljünk a vízmélységre, nehogy a sekély vízben megsérüljön a hajó alján lévő fin. Először a lapátot fektessük keresztbe a deszkán, majd óvatosan térdeljünk fel a szapra. Négy kézlábról térdelő pózba emelkedve kezdjünk el evezni, hogy szokjuk a deszkán való egyensúlyozást. Ha már biztonságosnak érezzük a térdelve evezést, lassan álljunk fel. A deszkán kis terpeszben helyezkedjünk el, mert úgy könnyebb egyensúlyozni, és mind a két oldalon tudunk evezni. Lehetőleg a száp közepére álljunk, ennek pontos helye sokszor meg van jelölve a deszkán. A szápozáskor alapvetően a kenus evezést alkalmazzuk, a lapátot ugyanúgy kell fogni és használni. Miután felálltunk a deszkán, kezdjünk el evezni oldalanként két-két csapással. Oldalváltáskor a két kéz is pozíciót cserél, fogást vált. A lapátot jól előre nyújtva nyomjuk bele a vízbe, és a leszúrt lapáthoz húzzuk oda magunkat és a hajót. Fontos, hogy ne csak karból, hanem teljes törzsünkkel húzzunk, így jóval hatékonyabban tudunk haladni. Az egyensúly megtartásában az egyenletes, ütemes mozgás is segít, valamint ha nem lefelé, hanem előre nézünk. Akinek már megy a kormányzás, azok viszonylag hosszabb ideig is evezhetnek egy oldalon. Fontos azonban, hogy mindkét oldalon biztonságosan tudjunk evezni, mert erősebb szélben vagy hullámzásban szükség lehet rá. A kenuhoz képest a száp kormányzása két alapvető dologban is eltér. Mivel a fin a deszka vége alatt található, könnyebb a szápot az elejénél elfordítani. A vízfogás pillanatában ráhúzva vagy eltolva tudjuk indítani a húzást. Miután a deszka mindkét oldalán evezünk, két-két húzással a jobb és bal oldalon, általában csak az eltolást alkalmazzuk a kormányzásra. Az élesebb fordulóknál a testsúly hátra helyezésével segítjük még a fordulást. A folyó, a víz ugyanolyan közlekedési hely, mint az országút. Indulás előtt tájékozódjunk a helyi viszonyokról. A száp ellentétben a kajakokkal és a kenukkal a hajózási szabályzat szerinti vízi sporteszköz, így kortól és úszótudástól függetlenül minden használójának kötelező a mentő mellény viselése. Ellenkező esetben a vízirendészet komoly bírságot szabhat ki. Viharban és villámlásban veszélyes evezni. Azonnal kössünk ki, és a deszkát vigyük ki a partra. Az induló komp útját tilos kereszteznünk, és figyeljünk oda a komp kötelekre is. A szápról könnyű a vízbe esni, viszont ugyanolyan könnyű visszamászni is. Borulásnál próbáljuk elkerülni, hogy a deszkára essünk, mert az okozza a legtöbb sérülést. Ez legtöbbször akkor következik be, amikor a deszka nekiütközik valaminek, és a lendület miatt előre esünk. A száp szélébe kapaszkodva húzzuk fel magunkat a deszkára. Könnyebb a dolgunk, ha a testünk nem függőleges, hanem közel vízszintes pozícióban lebeg. Ha felhasaltunk a deszkára, akkor már fel tudunk térdelni, majd állni. Leszálláskor nem szerencsés a vízbe ugrani. Biztonságosabb lassan visszaereszkedni és a talajt kitapogatva lehuppanni a deszkáról. Az álva evezés egy olyan természethez kötődő vízisport, amely teljesen új perspektívákat nyit meg. Nem csupán nagyszerű testmozgás, de meditatív, relaxáló hatású kikapcsolódás is egyben. Próbáld ki te is! Magyarország bővelkedik a szapozásra alkalmas vizekben.